Amit tetszik látni, az 1764-ben készült az, ami fölöttünk van itt a nyugati részen. Sőt, vannak gazetták, amelyek itt vannak ezen a fronton. Ezek állítólag 1600-ból maradtak fenn a régi templomnak a gazettái. És a keleti része a Csillártól tetszik nézni keletre, az sötétebb árnyalat, az 1800-as években valószínűleg bővült a templom a létszám növekedés miatt. És akkor 1830-ban készült, itt is az a híres festő Umlik Lőrinc, akinek a munkája látható több Kalotaszegi és Erdély templomban. Jövő tavasszal a templomtornyot, azon is rengeteg lik van, lyuk van, ha rá tetszik nézni. Azt is kijavítják és át fogják enni, és egy olyan 10-15 évben belül attól fog, hogy sikerül, akkor teljes zsinder.